A Nyíregyházi északi temetőben jelenleg 100 000-es nagyságrendben mérhető a foglalt sírhelyek száma. A közel 32 hektáros temetkezésre alkalmas területből alig 3 hektár betemetetlen. 2018-ban 1309 temetést hajtottak végre. Ebből 876 volt urnás, a fennmaradó pedig koporsós temetés volt. A temetési típusokat tekintve ez egy 65%-os arányt képvisel az urnás temetések összességében. Ez egy jelentős növekedésnek számít. 2005-ben az urnás temetések aránya 35%, 2011-ben 48%, míg 2018-ban pedig 65%-os volt ez az arány. A halálesetek száma minimálisan emelkedett az előző évekhez képest, ennek tekintetében még jelentősebb az urnás temetések számának növekedése. Ennek fő oka az, hogy ez a temetkezési típus jóval olcsóbb, mint a hagyományos koporsós temetés. Egy átlagos urnás temetés esetében sírhelydíjak, igénybevőszolgáltás, hűtés, hamvasztási tevékenységgel összességében átlagosan 250 000 forint a Nyíregyháza területén a temetési költség, míg egy koporsós a felhasznált kellékek, illetve a szolgáltások figyelembevételével, hogy milyen sírhelyet választanak, milyen temetési kelléket választanak, közel egy 400 000 forintos temetési költségről beszélhetünk. Nyíregyházán a temetői főkönyvet, amely a temetkezési adatokat, sírhelyeket és urnákat nyilvántartja, 1930 óta vezetik.